Ez itt az Átlátszó podcastje, Bodnár Zsuzsával fogunk ma a debreceni akkumulátorgyártásról beszélni. Én Hont András vagyok, technikai segítségünk pedig Szabó Krisztián lesz. A problémának a gyökere ismert, az elektromos hajtás mindenféle szerkezeteknek a felhasználása az növekszik, ez igaz lesz, ha minden igaz, a járműgyártásra is, mondván, hogy ez a környezetvédőbb, zöldebb megoldás, holott egyébként már látnak folyamatosan napvilágot olyan modellezések, amelyek szerint 74-75%-kal magasabb a széndioxid kibocsátása az elektromos autók gyártási folyamatának, mint a hagyományosakénak. Egyfelől, másfelől nem biztos, hogy csupán ilyen problémák vannak ezzel a gyártási folyamattal, hanem egy hamarjában is kampányszerűen meghozott intézkedésre, amit az Európai Unió az elektromos autók gyártásával kapcsolatban tető alá hozott, szintén hamarjában, és kérdéses az, hogy mennyire kidolgozott technológiák és részlet működések ismeretében lépnek periféria gazdaságok, így a magyar gazdaság is. Nézzük azt meg, hogy ennek a hagyományos autóiparnak az alternatívájaként előtállalt elektromos mindenfélék gyártása, az konkrétan a gyakorlatban hogy is néz ki, ezzel fogunk foglalkozni a mai adásunkban. És akkor, ahogy említettem, Bodnár Zsuzsával készítjük ezt a felvételt, ő az Átlátszó akkumulátor felelőse. Ki az első beszélgető partnerünk, Zsuzsa? Illés Rácz Marianna, a Civil Fórum Debrecen Egyesületének a tagja és debreceni önkormányzati képviselő, akit meghívtunk erre a beszélgetésre, mert ugye hetek óta Debrecen hangos, és a közvélemény nagyon hangos az akkumulátorgyár ügyében, amit Debrecenbe terveznek építeni. És én, igen, András? És én azt szeretném tőled kérdezni, Marian, hogy ugye itt már több közmeghallgatás volt Debrecenben, sőt, volt egy utcai tüntetés, demonstráció, ami a Mikepécsről vonultak a helyi lakosok Debrecenbe, és ott rendkívül sok ember köszöntötte őket, és nagy ováció volt. Ugyanakkor meg nagy tiltakozás az akkumulátorgyár ellen. Na most tőled azt kérdezem, hogy mikor kapcsolódtál te be, illetve a Civil Fórum Debrecen Egyesület, és mit szeretne ez a civil szervezet elérni ebben a történetben? Köszönöm a kérdést, üdvözlök mindenkit a stúdióban. Azt gondolom, hogy elmondhatom azt, hogy mi az elsők között csatlakoztunk be ebbe az egész ügybe. Már augusztus van, még a bejelentés előtt kezdett már a, úgymond a pletyka szárnyalni a városban, hogy itt valami nagy dolog készülődik. És aztán ugye az államtitkár úr bejelentette az akkumulátorgyárat, és akkor mi rögtön azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon súlyos dolog abból a szempontból, hogy önkormányzati képviselettel rendelkezünk, és semmilyen információnk nem volt erről a beruházásról, hanem kész tények elé lettünk állítva. Ebben az időpontban még nem volt semmilyen konkrét információnk, csak a giga beruházás, meg ugye az óriási pénzösszeg, de a valódi számok már nem, még nem álltak rendelkezésre. Viszont mivel ugye Debrecen nem egy túl nagy város, azért rengeteg emberrel kapcsolatban vagyunk, mondhatjuk, hogy ismer mindenki mindenkit, téma lett a városban az akkumulátorgyár, minket is bombáztak a kérdésekkel, hogy mit tudunk erről, hogy van ez, mi ez, és akkor ezen felbuzdulva, hogy tisztán lássunk ebben az ügyben, mi októbertől kezdődően négy hétvégén keresztül kiálltunk pulttal a város különböző forgalmas helyeire, és egy saját közvéleménykutatást tartottunk, ahol néhány egyszerű kérdést tettünk fel, név nélkül csak a válaszoknak a darabszámát rögzítettük, megkérdeztük, hogy hallott-e róla, veszélyesnek gondolja-e, szeretné-e, hogy megépülne, illetve hogy akár tiltakozásban is
részt venne, és akkor mi itt azt láttuk ennek a kutatásnak a végén, hogy a megkérdezettek közel 5000 embert állítottunk meg ez alatt a 4 hétvége alatt. Ők nagy százalékban, 75%-uk azt mondta, hogy nem szeretné. És akkor innestől kezdve mi úgy gondoltuk, hogy mi egyébként is mindig a Civil Fórum Debrecen Egyesülettel csak helyi ügyekkel foglalkoztunk, de azt gondoltuk, hogy ez egy olyan helyi ügy, ahol mi a többség akaratát fogjuk képviselni, és ez a 75% ez elég meggyőző többség volt. Tehát innen indultunk. Aztán ugye maradjunk még egy megérkeztek. Kicsikét akkor az indulásnál, jó? Mert Igen. Úgy kezdtük ezt, hogy magát a dilemmát az akkumulátorgyártással kapcsolatban felvetettük, hogy nem teljesen egyértelmű a helyzet. Tehát az, hogy mire van szükség, és mire nincs, és hogy milyen technológiákat fejlesztünk, és milyeneket nem. Tehát önök számára sem volt egyértelmű az elején, hogy ez egy olyan beruházás, amelyet a városiak többsége, vagy legalábbis az érintettek nem akarnak. Tehát nem, kétkedéssel nem közelítettek győződni. Hozzá. Értem. Hát nem feltétlenül, egyszerűen csak a tisztánlátás véget, hogy akkor lássuk, hogy mit gondolnak erről a városiak. És mit mondtak konkrét érvként? Mert ugyebár, hogyha egy beruházás érkezik egy városba, ugye Debrecen esetében az elmúlt években rengeteg ilyen volt, amikor az ipar bővül egy településen, azt általában nem ellenezni szokták, vagy nem feltétlenül szokták ellenezni. Miben volt más kifejezetten az akkumulátorgyártás? Mi az, ami egy járókelőt, amelyik valószínűleg a részletekben nincsen otthon, elsőként elbizonytalanított abba, hogy jó-e, hogyha egy ilyen üzem ide kerül, illetve oda. Szerintem első körben a méretek, hát ugye a számok ismerete nélkül is mindig a kommunikáció, ez a Magyarország legnagyobb, Európa legnagyobb, mindig ez a giga, mega, tehát mindig ezek a nagyon nagy számok voltak, ez keltett egy feszültséget. A másik ugye nyilván a példák, tehát ugye föltették a kérdést, hogy miért nem volt probléma a BMW gyárral. Szerintem itt az történik, hogy például ugye azt, aki csak egy minimálisan tájékozódik, az mondjuk látja, hogy Győrben az Audi, az szépen beilleszkedett a város életében, támogatja a sportot, a művészeteket, német precizitást, tehát ezek a sztereotípiák. És ugye láttuk hát a helyi elitet, a helyi elitnek a hajózási szokásait, például azt is az autó támogatja. Így van, igen, sok mindent láttunk Győrből, de most, ha csak az autógyára koncentrálunk, akkor azt gondolom, hogy az egy pozitív példaként él az emberek képzeletében. És ugyanakkor azért elég sokat hallottunk Gödről, ami viszont pontosan a másik pólus, és akkor ezt nagyon gyorsan összerakták az emberek, én úgy gondolom. Illetve a másik, ami szerintem a kétkedésre ad okot, hogy azért azt tudni kell, hogy Debrecen, Hajdú-Bihar megye, az egy kifejezetten mezőgazdasági agrár megye. Nálunk minden település körbe van szántva, azt szoktuk mondani, tehát minden település körül szántó földek vannak, és egyre nehezebb ezt elképzelni, hogy ez most hogyan alakul át egy ilyen ipari területté, ehhez már szerintem nem, tehát emiatt van az, hogy az emberek elkezdtek ebben kétkedni, hogy biztos, hogy ez a jó irány. Egy picit váltsunk át, értem, tehát, hogy ez így nagyon fontos, amit elmondtál, hogy egyrészt a termőföldek csökkenése, másrészt a gigaméretek, ugye itt még, akkor még nem tudtátok, azóta kiderült, hogy 220 hektárra tervezik ezt az akkumulátorgyárat. Tegyük hozzá, hogy azt már tudják a debreceniek, hogy mellette egy katódgyár épül, mellette egy szeparátorfóliagyár épül, tehát ez a három, ez egyaránt az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódik, és rendkívül veszélyes anyagokat, több ezer tonna veszélyes anyagot használ. Tehát, hogy ezért ezek ugye kiderültek, de ahogy arról beszéltél, hogy közvéleménykutatás, és hogy az emberek többsége elutasítaná, százalékokat is mondtál a ti közvéleménykutatásotokon, ugye azóta elindult egy olyan felvilágosítás, vagy ellenpropaganda, kinek hogy tetszik a debreceni városvezetés részéről, hogy az emberek tudatlanok, hogy az embereknek nincsenek valós információi erről. Na most itt érkeznénk el oda, hogy a Civil Fórum Debrecen Egyesület azért nem csak azt végezte, és nem csak azt csinálta, hogy felmérte,
érte az emberek félelmét, vagy aggályát, vagy hozzáállását a dologhoz, hanem nagyon pontos információitok lettek, úgy tudom, mert hogy közzé is tettétek, hogy a kormányhivatalhoz fordultatok kérdéseitekkel, hogy mik az aggályaitok, a konkrét aggályaitok ott a debreceni gyárral kapcsolatban. Erről tudnál beszélni, hogy... Hogyne, tehát első körben még hozzátenném, hogy az embereknek a kétkedését, ugye azt még szeretném elmondani, hogy azért tavaly volt egy iszonyatosan aszályos nyarunk, amikor egy tó kiszáradt. Na most ezt mindenki érzékelte, meg az is mindenkinek megvan a fejében, hogy ez egy vízigényes iparág. Tehát ez már a maga adott egy aggodalomra okot. Ami miatt mi végül... Tehát nálunk az nem volt kérdés az Egyesületnél, hogy mi ezt abszolút szakmai érvekkel alátámasztva szeretnénk tájékozódni ebben a projektben, úgyhogy különböző szakértőket kértünk fel, és amint megérkezett a biztonsági jelentés, illetve a környezethasználati tanulmány, azt mi rögtön továbbítottuk, és akkor begyűjtöttük ezeket az információkat. És ez alapján rögtön az első anomália az volt, hogy a biztonsági jelentésben még 1550 köbméter víz per nap volt, a hatástanulmányban már csak 3378 köbméter víz, aztán tehát akkor itt felmerült ez a szürke víz használat, de hát ez is nehezen magyarázható, hiszen Debrecenben nem gyűjtenek külön szürke vizet. Minden egy helyre megy a szennyvízzel, az esővízzel együtt a vízműhöz, tehát ezt sem értjük, hogy hogyan szeretnék. Tehát magyarán akkor azt akarod mondani, hogy a különböző előkészítő tanulmányok, azok önmaguknak is ellentmondtak, illetve semmi olyasmi... Nagyon sok helyen. Nagyon sok helyen. Tehát eleve ez a víz probléma, mert ugye mindig ezzel a vízzel volt a probléma, akkor ugye felmerült a Civakva projekt, ami egy több mint 40 éves terv, hogy a keleti vizét vezetik bele a Tócó patakba. Na most a Tócó patak pontosan a déli ipari park mellett folyik. Akkor nyilván elfogadjuk azt a városi érvelést, hogy akkor ez egy ökológiai projekt, de akkor mégis honnan lesz víz? Tehát ez volt az egyik kérdés. A másik, amit láttunk a hatástanulmányban, hogy 10 darab gázkazán fog működni a területen, aminek az összes szén-dioxid kibocsátása 288 ezer tonna per év. És akkor az első hatástanulmányban az volt megfogalmazva, hogy de mivel Debrecen városnak az összes szén-dioxid kibocsátása egyébként 10.330 tonna per év, Hoppe. Ez nem jelentős. És akkor én azt gondolom, hogy aki kiad egy ilyen jelentést, és ezzel foglalkozik, és leír egy ilyen számot, hogy egy városnak 10 millió tonna a kibocsátása, akkor ott, és ő foglalkozik ezekkel a dolgokkal, és mondjuk tud ilyen mérőszámokat, hogy mondjuk átlagosan Magyarországon egy embernek 5,7 tonna a kibocsátása, akkor egy gyors fejszámolással ezt ennek utána néz, hogy ez egy kicsit soknak tűnik. Ezt ugye az OKI rendszerből kérték le, és valóban kiderült, hogy elírták, rossz adattal dolgoztak, de ez alapján ők megállapították, hogy ez nem jelent jelentőset. Közben a városi klímastratégiában, amit a klímabarát településeknek a honlapján van egy ilyen Excel táblázat, ahol a KSH adatok alapján lehet kiszámolni ezeket a kibocsátásokat, ott már csak 1.029.000 szerepel. Ahhoz képest viszont 28%-kal nő a CO2 kibocsátásunk. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye itt a győrszentivániak vagy a gödiek is ugye erre hivatkoztak, hogy hát az akkumulátor gyártás és az elektromos autózás az ugye a kedvező hatású a klímára, miközben ezeknek a gyáraknak a kibocsátása, és ez tényszerű adat, megterheli az adott település nem is kicsit. Tehát például Gödön, ugye ezt az átlátszóban megírtuk, négyszeresére nőtt a szén-dioxid mennyisége az ott lévő gyár miatt. Tehát itt szó nincsen arról, hogy ez maga a gyártás az valamiképpen segítené, vagy magát a klímahelyzetet, ez csak a gázkazánok. És ők még nem számolták ki a közvetett kibocsátásokat, ami a biztonsági és a hatástanulmány szerint naponta 350 nehéz gépjármű vagy nyerges fontató, 1291 személyautó és körülbelül 40 darab autóbusz.
Tehát ezeknek a kibocsátását ők még nem számolták hozzá. De ez már akkor, amikor beindul maga a gyártás, tehát nem az építkezéshez. Hát ez az első ütem, ami tartalmazza az építkezést is. Értem. Tehát, hogy ez már, ezek már így az első ütemnek a számai. Ez még ugye nem a gyárta, ez még az építkezés szerintem, mert ugye majd a beinduláshoz egy újabb körös ilyen... Nem, akkor ez az építkezés akkor. Van egy, nem a beruházással kapcsolatos, hanem annak a fogadtatásával összefüggő kérdésem. A nyár óta a közgyűlésben szóba került-e ez a kérdés, és mit mond erről a városvezetés? Napirendi pont nem volt, a közgyűlés végén a kérdések és észrevételeknél kérdeztünk rá, azt hiszem a decemberi közgyűlésen, hogy akkor lesz erről valamiféle társadalmi egyeztetés, és akkor jelezte a polgármester úr, hogy igen, lesz egy közmeghallgatás, ami aztán kiderült, hogy ez a január 9-i, ami egyébként a katasztrófa védelemnek a kötelező közmeghallgatása, ami végül egy lakossági fórumba csapott át. Megpofoszkodás. Ott nem volt pofaszkodás. Ott nem volt pofaszkodás, igen, de azért ez azért szomorú, hogy mindig erről szól a dolog, pedig itt a tények is eléggé súlyosak, tehát ahhoz képest én sajnálom, hogy ebbe az irányba ment el ez a dolog, hogy mindenki erről a pofoszkodásról beszél, közben pedig igen súlyos kérdések vannak, és nem nagyon vannak Tehát egyelőre válaszok. Nem volt egy kellemes esemény. Én végignéztem a felvételeket, sok mindent lehet állítani, csak az, hogy a jelenlévők bármelyik oldalon is komfortosan érezték volna magukat, azt nem. Hát így van, így van. De hát ez megelőzhető lett volna, hogyha ezt megelőzi egy kommunikáció, hogy mire készülünk. Én megértem, hogy ez üzleti titok és társai, de biztosan megtalálták volna a módját, hogy valamennyire felkészítsék erre a lakosságot, mert nyilván ez a düh, ami most kitör az emberekből, az azért van, mert ugye azt érzik, hogy a fejük felett döntöttek. Hát ezt nem csak érzük. Ez föltehetőleg így van, de hogy kiknek a feje felett döntöttek konkrétan, az itt a közmeghallgatás kapcsán is elhangzott, hogy ez a terület, ahova magát a gyárat tervezik, ott azért sokaknak sérül a közvetlen élete, életmódja, életvitele. Mi történt ezen a területen az elmúlt években, amíg nem merült fel annak a lehetősége, hogy ott építkezés lesz, és akkumulátorgyárat akarnak létesíteni? Hát ez, tehát ez egy mezőgazdasági terület volt, különböző kalászosokat termeltek. A déli ipari parknak a kialakítása az már azt hiszem, hogy 2016-ban elkezdődött, és be is települt már néhány cég. Tehát van már ott egy ilyen csomagoló anyaggyártó cég, egy logisztikai cég, tehát települtek már be oda cégek, ezek teremtettek nyilván munkahelyet, de ezeknek a mérete és a tevékenysége az mind bele tud illeszkedni abba a képbe, hogy nyilván minden városnak van szüksége iparra, ezek a cégek szerintem beleilleszthetők egy ilyen 200 ezres városnak az életébe, eddig ezekkel nem volt probléma semmilyen szinten, tehát nem éreztük ugye a megnövekedett forgalmát, nem éreztünk különösebb légszennyezést, tehát igazából ezeknek nem tűnt fel. Az tény viszont, hogy ez a ipari park, ez közel van a lakott területhez, ha az ember ott megáll, akkor azért lehet látni a nagy templom tornyát, és lehet látni a mikepércsi házakat is. Hogyne, és majd mikepércsiekkel beszélgetünk is még. Én azt szeretném kérdezni, hogy azért itt az tűnik gyakorlatnak, hogy, és ezen valószínűleg senki nem lepődik meg, hogy az engedélyeket kiadják. És ugye most Debrecenben óriási volt a tiltakozás, de mondom, el is indult az ellenpropaganda. Február 13-át mondták, hogy addig lehet várni, nem tudom, hogy mi fog történni, de akkor kell lezárni az eljárást. Mi történik, amit most így próbáltam körülírni, hogy valószínűsíthető, hogy kiadják az utolsó környezetvédelmi engedélyt, ugye a katasztrófavédelmi engedélyt már megkapta ez a beruházás. Mit fognak önök tudni tenni ezek után? Tehát van-e valamilyen stratégia, terv arra vonatkozóan, hogy elindul az építkezés, egyébként el is indult a termőföld humuszát, már leszették, mély alapozás megindult. Mit lehet most tenniük? Hát a mi álláspontunk ezzel kapcsolatban az,
hogy ugye a teleki értékesítés az megtörtént, az engedélyek kiadásra kerülnek, most következik majd ugye egy építési engedély. Úgy gondoljuk, hogy a innen-onnan előkerült népszavazási kísérletek ezen már nem tudnak változtatni. Tehát egy népszavazás az mindig egy jövendőbeli dolgot tud megváltoztatni, visszamenőleges hatája már nincsen, és közben ez fog épülni, ez a gyár, tehát erről nekem nincsenek kétségeim, hogy ez fog épülni. Szerintünk, ami változást hozhat, az az, hogy közel egy év múlva önkormányzati választások lesznek az Európai Uniós választásokkal együtt. Valamikor már... Igen? Ezzel kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni, világosítson fel minket a debreceni belállapotokat illetően. Ugye mindegyik választókörzetben a Fidesz képviselője nyert, a polgármester Nagyfölénnyel lett ismételten a Fidesz jelöltje, a városhivatalban lévő polgármestere, ami viszont érdekes, hogy az ellenzékből van négy, mondjuk így baloldali, van három, ez a Jobbik, Momentum, LMP és Garnitúra, és vannak ketten önök. Ez a tagozódás hogy állt elő? És hogy milyen a viszony egymással, hogy hát ez, milyen a belpolitikai klíma Debrecenben? Tehát azt lehet látni, hogy az összes egyéni körzetet a Fidesz jelöltje nyerte, minden egyéb ellenzéki képviselet a listás helyek útján került be a közgyűlésbe. Ettől függetlenül én azt tudom mondani, hogy amit az elején is jeleztem, hogy ez egy kicsi város, és itt azért ismerik egymást az emberek, és mindenki beszélő viszonyban van mindenkivel, és egy helyre járnak mondjuk a gyerekek iskolába az egyik képviselő a másikkal, és itt helyben eddig az országos politikának a feszültsége nem érződött. Tehát egy egészen jól együtt tudott dolgozni egyébként a közgyűlés, és igazából ilyen nehéz döntések nem is álltak a városvezetők előtt. Tehát azt gondolom, hogy eddig egy tök jó hangulat volt a közgyűlésben, mindenki jó viszonyban van mindenkivel, nincsenek ellenséges hangulatú szócsaták. Úgyhogy ezt látjuk most, viszont... Ez most elméregesedett? Még ezt sem mondanám, egyelőre egy párbeszéd van, hogy akkor próbáljuk ugye mi is a magunk álláspontját, nyilván a kormánypárti erők is próbálják a sajátjukat, ami szerintem most már elmérgesíti ezt a helyzetet, hogy ugye beszállt az országos média is a úgymond a harcba, és ugye most már itt a békés demonstrálók is a balliberális pártok által feltüzelt csőcselék élet silányítva, ez viszont bántó azoknak a debrecenieknek, akik ott kimentek erre a tüntetésre, bántó azoknak a mikepércseknek, akik kimentek, és bizton mondhatom, hogy nem a balliberális pártok által feltüzelt csőcselék, hanem édesanyák, édesapák, akik aggódnak a városukért. Úgyhogy nem tudjuk, hogy ez mire fut ki, vagy hogy fog ez hazajlani. Egy érdekes dolgot még ezzel kapcsolatban egyébként elmondanék. Volt egy, hát mondanám, hogy vicces eset, de inkább érdekes és gondolt, tehát egy ilyen gondolatébresztőnek. Az egyik csoportban kiposztoltuk, hogy az Egyesület elnöke dr. Gondola Zsolt egyik nyilatkozatában beszélt arról, hogy évi 126 ezer kamion fog érkezni a városba. És akkor érkezett egy komment, hogy ezt így felolvasnám, mert a klasszikust azt csak így idézni lehet. Nyilvánvalóan egy általam ismert, nyilvánvalóan elkötelezett kormánypárti szavazó azt írta a poszt alá, hogy már elnézést kérek, de kiszámolta valaki azt, hogy évi 126 ezer kamion az mit jelent? Vagy csak elhangzik egy hazugság, és mi azonnal bicskát rántunk? Nos kérem, az évi 126 ezer kamion az napi 345 kamiont jelent. Azért szerintem ez a hazugság magáért beszél. Az összes többi hazugság mellett, melyet a másik oldal részéről, vagy inkább felől hallunk, ez a legpofátlanabb. Mivel ez fizikailag lehetetlen, lenne, mármint, hogy napi 345 kamion érkezik a gyárhoz.
És akkor bekommenteltük neki, hogy de hát ez van a papírokban, hogy napi 350. És akkor még egy kört futott, hogy de hát ez fizikailag lehetetlen, és mondtuk neki, hogy higgye már el, hogy ez. És akkor az volt a válasz, hogy na jó, de pofon vágtak egy hölgyet a közmeghallgatáson. Hát ez még jó, hát így a kommunikációnk az ilyen egymással általában ebben az országban. Tudok ennek a ellentetjéről is már, mint a pandantjáról is beszámolni, és ez mondjuk látszott ezen a lakossági fórumon is. Nem szóltak egyébként a önökkel azonos térfélen ülő debreceni képviselőknek, tehát a város vezető többségét nem adó képviselőknek, hogy az országos politikusaikat és mondjuk az életmód tüntetőiket ne Debrecenben vonultassák fel? Mert mondjuk éppen, ahogy előbb említette, a mikepércsiek, ott élők, apák és anyák, agódó helyi polgároknak a küzdelmét helyezik ezzel más fénytörésbe. Dehogy nem, hát jeleztük, hogy eleve ezzel ugye a legtöbb vita ebből a népszavazási kísérletből volt, hogy ezt mi a kezdettől fogva mondtuk, hogy ez teljesen felesleges már erre energiát és időt pazarolni, mert mire kiírják a népszavazást, mire annak lesz értelme, ez azok a kérdések, már akkor épülni fog a gyár tulajdonképpen. Itt most első körben ezt látom, hogy ezek a pártok, ezek megérkeztek a városba, úgy érezték, hogy itt most van lehetőség szerepelni. Ez a szó jut eszembe, hogy szerepelni. Mi jeleztük, hogy ezzel mi nem annyira értünk egyet, de hát egyelőre most úgy tűnik, hogy ők ezt így jónak látják. Meglátjuk, hogy ez mire vezet. Hát igen, én is azt tudom mondani, hogy meglátjuk, hogy mire vezet, hogyan alakul. Minden esetre azt hangsúlyozzuk, hogy ez a gyárépítés, ez az első üteménél tart. A gigagyárból egyelőre csak mondjuk a Gödi gyárnak a fele, vagy annyi sem készülne el. Tehát azt, amit ön az előbb mondott, hogy esetleg azon lehet segíteni, vagy küzdeni az ellen, hogy ne épüljön meg az eredetileg tervezett 220 hektáros gyár, mondjuk ezt lehet még majd korrigálnia egy újabb városvezetésnek, amelyik jobban figyelembe veszi a helyiek igényeit. Nagyon szépen köszönjük Illés Rácz Marian, hogy a rendelkezésünkre álltál, és nagyon sok sikert és jó munkát kívánunk és kitartást. Köszönöm szépen. Köszönöm. Viszonthallásra. Viszonthallásra. Imentiekben Illés Rácz Mariannal, a Debreceni Civil Fórum képviselőjével, helyi önkormányzati képviselővel beszéltünk a debreceni akkumulátorgyár beruházás körüli anomáliákról. Folytatjuk tovább a beszélgetést. Zsuzsa, ki a következő vendég? Szeretettel köszöntjük Molnár Jenő építészmérnököt, aki a debreceni civil ellenállás, mondjuk így, vagy mozgalom egyik aktív tagja. Ugye azért itt nincsen valamiféle szervezett akciózás, de az biztos, hogy van, hogy nagyon sokan elégedetlenek azzal, ahogy a debreceni városvezetés kommunikálta ezt az akkumulátorgyár ügyet, és szeretné téged, ugye már összetegeződtünk, arról kérdezni, hogy mi az oka annak, hogy ilyen heves ellenállásba ütközik Debrecenben a kínai CETL akkumulátorgyár építése, és mit szeretnének elérni a tiltakozók azzal, hogy azt mondják, hogy ez így nem megfelelő ez az eljárás? Hát annyit kell tudni, hogy én eleve úgy kerültem kapcsolatba ezzel a civil szerveződéssel, Vigyázzunk Vizeitre mozgalom, hogy a nyilvánosságra került közigazgatási határozat az engedélyt adott még az első meghirdetett közmeghallgatás előtt mély alapozási munkák végzésére. Na most, amit a második közmeghallgatáson ugye a hatóság képviselőjének fel is tettem, és csak nézett, és természetesen választ nem kaptam rá, hogy az alap az az épületnek az elválaszthatatlan része, az építési törvény, meg a józanész szerint is. Tehát, hogyha nincs hatósági engedély, nincs érvényes, aláírt jogerős építési engedély, akkor milyen alapon adnak építési engedélyt egy részmunkára. És akkor utána nyilván, mert hogy elkezdték, ugye, mert úgy volt benne az engedélyben, hogy
tereprendezési és mély alapozási munkákra. Tehát magyarán ez lett volna az első olyan támadási pont, ami, ahol az építkezés gyakorlatilag lassítani, illetve akár megállítani is lehetett volna. De hát ugye tudjuk, hogy a közigazgatás az nem a civilek pártjánál ebben az esetben legalábbis. Tehát erre a kérdésre, hogy katasztrófavédelmi, környezetvédelmi engedély nélkül, tehát és építési engedély nélkül tulajdonképpen elindultak az akkumulátorgyár építésének a munkálatai, erre nem kapott a Vigyázzunk Vizeinkre mozgalom semmiféle választ, illetve nem is vették a fáradtságot, hogy ezt megválaszolják ezt a kérdést, elindultak a munkálatok és kész. Ezt akkor jól értjük. Így van, természetesen. Tehát azért mondom, hogy a tereprendezés, illetve hát nyilván minden ilyen nagyméretű munka a régészeti feltárásokkal indul. Uh-huh. Erről már nyilván több fórumon is megemlékeztek, hogy a felső 60 réteg, 44 aranykoronás termőréteget ugye leszedik, és ki tudja, hogy mi lesz a sorsa. Utána történtek régészeti feltárások, és emellé elkezdtek mély alapokat letenni, ugye a cölöp alapokat, mert a telepviszonyok olyanok, de hogyha nincs építési engedély, vagyis nincs meg az épületnek a terve, rajza, statikai számítása, stb. Jogerősen, akkor hova teszem az alapot, és miért teszem az alapot egyáltalán? Nyilván azt jelenti, hogy ez már le van zsírozva, ez a laikus számára is, uh-huh. Vagyis azt jelenti, hogy ők már kész tervet tettek a gyár elé, hiszen mind a környezetvédelmi, mind a katasztrófavédelmi meghallgatáson elhangzott kérdés formájában is többekről is, hogyha a technológia az egy meghatározott sorrendben, egy meghatározott épületben, amiket bemutattak fotót, azon is helyszínrajz, imitált helyszínrajz, van egy darab nagy 1000 négyzetméteres vagy 2000 négyzetméteres csarnok lerajzolva, meg ugyanekkora vagy kétszerekkora parkoló, és hogy abban állítólag ugye benne voltak ezek a pontforrások, amiket állítólag vizsgált a hatóság, és ezek alapján határozták meg, és adták ki szerintem természetesen muszájból, de teljesen jogalap nélkül az engedélyeket, ugyanis közben megtudtuk, hogy mind a két hatóság kiadta az engedélyt. Uh-huh. Ennek köszönhetően természetesen sajnálatos módon az építési engedélyre is, ami már ott várt ezek szerint a fiókban, azonnal rátették a pecsétet, hogy minél hamarabb legalizálni tudják ezt az egészet. Mennyire részletes az a tervrajz, amelyeket önök ismernek? Mi még nem ismerünk tervrajzot. Most szeretnénk, majd ugye megkaptuk az ügyféli... Akkor mennyire részletesek azok a rajzok, amelyeket önök ismernek? Milyen ábrákat, milyen vizualizált... Semmi nincs nyilvánosságra, tehát gyakorlatilag azért mondom, hogy egy látványterv van, amit a sikertelen közmeghallgatáson megpróbáltok bemutatni, hogy meg helyszínrajz, amit ugye elvileg szerepel akár még a véderdő, meg a zöld desítés, tehát a zöld terület használat, és így tovább, tehát gyakorlatilag helyszínrajz szinten és tömb szinten van, ami nyilvánosságra került, és ugye mivel, hogy a múlt héten megkaptuk az ügyféli státuszt, ugye gyakorlatilag be kell kérezkedni most a megfelelő irodába, ott bele tudunk tekinteni a teljes dokumentációba, és elvileg... Magyarán szóval az eljárásnak hivatalosan részesei lettek. Milyen minőségben? Így van. Hát ügyfélként bejelentkeztek. De magánszemélyként? Nem, civilként, civil szervezetként. Tehát az egyesületként. Magánszemély nem lehet ügyfél hivatalos eljárásban. Én úgy tudom, legfeljebb érintett.
Én úgy tudom, hogy ez nagyon gyorsan, tehát nagyon gyorsan ez számomra is tegnap derült ki, hogy a Vigyázzunk vizeinkre, most nem is tudom, hogy mi pontosan az egyesület neve, tehát hogy nagyon gyorsan sikerült környezetvédelmi egyesületté minősítetni egy korábbi civil szervezetet, tehát ennek köszönhetően tudtak ügyfélként bejelentkezni. És Jenő, akkor azért ezt így pontosítanám, tehát volt egy hatásvizsgálati tanulmány, abban pontos ábrák, amit ugye itt a kollégám kérdezett, nem voltak, csak egy olyan úgy mondják, igen, úgy mondják, hogy tömbvázlat van. Tömbvázlat, igen. Ami még valójában az elvi építési engedélyhez beadandó színvonalat nagyjából érte, ütötte meg. Jó, a Vigyázzunk vizeinknél ragadjunk le egy picikét. Konkrétan a vízet illetően, a vízkincset illetően mitől tartanak? Most a termőföldet, a többit, mindet hagyjuk, most meg a széndioxid kibocsátás, meg minden más, konkrétan a vízzel kapcsolatos fenntartások micsodák? Hát ehhez azért tennék egy megjegyzést, mert azért az egyesület most egyenlőre próbaidőn van, tehát ha lehet, akkor nem az egyesület nevében nyilatkoznék. A vízzel ugye az a probléma, ami már többször is elhangzott a meghallgatásokon is, hogy több réteg víz van Debrecen alatt. A vízmű vezetője nyilatkozta, hogy ez a víz, amit felhasznál, ez felszíni víz, illetve ugye szűrt víz, szürke víz lesz, és ők nem adnak semmiféle engedélyt kútfúrásra a telephelyen belül. Na most ugye ezt nyilván akkor hiszük, ha látjuk. Megláttunk már engedély nélküli kútfúrásokat is természetesen, főleg, hogyha nem engedik be a hatóságnak az ellenőrző szakembereit a gyár területére. Tehát elvileg van víz odalent mélyen, ami a város. Ezt mind a kettőjüktől tőle is kérdezem, Zsuzsa, tudunk erre példát, hogy nem engedik be a hatóságot a üzemelő cég, vagy éppen az építő. Gödön közismert ez a tény. Igen, most ez egy olyan kijelentés, amire csak azt tudjuk mondani, hogy a hatóság, hogyha menni akar és bemegy, nem fogjuk tudni kideríteni, hogy valóban mindent a hatóság megpróbált és nem jutott be, tehát hogy ezek az információk, ezek csak feltételezések, úgyhogy ezt így szerintem ne jelentsük ki, hogy a hatóságot nem fogják beengedni. Igen, csak hogy mondják, hogy nem zörög a paraszt, hanem ráz a szekér, tehát ahogy minden visznek van valós alapja, minden rémhírnek is van valós alapja. Mindegy, ezt mind, a gödiek... Mind elméletileg, mind gyakorlatilag azért én kénytelen vagyok cáfolni, de ne az anekdota kincs eredeténél. Igen, ne ebbe menjünk bele. Az a lényeg, hogy a felszíni vízzel kapcsolatosan történt most a leginkább előrelépés azzal, hogy a drónfelvételek tanúsága szerint valami úton, módon, érdekes módon feltöltötték például a Vekeri tavat, ami Debrecen mellett az egyik nagy turisztikai központ lehetett volna, hogyha nem hanyagolták volna el. Tehát érdekes módon lett víz, felszíni víz, viszont a környéken lévő gazdákat nem nyugtatta meg, sőt, pontosan őket az háborította föl, hogy illetékes vízügyi szakemberek mondták, hogy az esetlegesen kikerülő nehézfémek kiszűrésére, amit a gyár használ, jelenleg nincs megbízható technológia. Tehát ezt felelős szakemberek, akik adták a nevüket, illetve a tudásukat ehhez a kijelentéshez, hogy olyan szinten meg lehetne szűrni, csak nagyon sokba kerülne a technológia, de az sem teljes mértékben megnyugtató. Tehát azt jelenti, hogy ha ez a víz kikerül a természetes körforgásba, akkor ott a talajt fogja szennyezni. Tehát magyarán szóval attól tartanak azt, hogy szennyezett víz kerül ki a gyárból. Igen ám, de azt állítják, nem tudom ennek pont a igazság alapját, hogy pusztán hűtésre fogják használni a vizet, tehát nincsen szennyezésre lehetőség. Mondom még egyszer, nem én mondom. Jó, ezzel kapcsolatban két állítás van. Az egyik az, hogy a kikerülő víz, az ahogy a
a szennyvíztisztítóból kapják ugye a tisztított vizet, ugyanúgy vissza is fog menni a szennyvíztisztítóba. Uh-huh. Tehát ez az egyik állítás a hatóság részéről. A másik pedig a hűtésre használt víznek a összetételéről nincs sem írásos, uh-huh. semmiféle adat. Uh-huh. Viszont érdekes volt, hogy a gyárnak a szakembere, ez viszont megjelent a nyilatkozatokban is, hogy azért kell úgymond fellőni a párát a levegőben olyan magasra, hogy szét tudjon terülni, uh-huh. és ott elnyelődik a szennyeződés is, ha netán véletlenül van. Uh-huh. Na most ennek logikusan a története, ugye, hogy 15, illetve 30 kilométer hatósugárban, ha nem fúj a szél, terül szét ez a pára, vagyis azt jelenti, hogy a gyár környékén kiépített monitoring rendszerben határérték alatt lesznek a mért értékek, mert egy 20-30 kilométeres körben ez szétoszlik. Erre reagált többek között a Hajdúszoboszlói önkormányzat is, amikor napirendre tűzte a debreceni katlgyárnak a kérdését, mert ők belesnek ebbe a 30 kilométeres körzetbe, sőt a 15-be is. Ezek milyen szennyező anyagok pontosan? Milyen anyagokról beszélünk? Rossz a kérdés, mert hogy gyakorlatilag senki nem ismeri a technológiát, még az a szakemberek, azok a szakembereknek sincs tudomása technológiáról, akik a szakvéleményt kiállították. Uh-huh. Hát akkor nem volt rossz a kérdés, hanem nagyon is jó, tehát hogy... Hát nyilván, de akkor érti a kérdésnek a faramuciságát, hogy kiállít egy szakvéleményt egy hatóság. Ugye ez úgy hangzott el az egyik kérdezőtől az egyik közmeghallgatáson, hogy a szakemberek közül, akik ott ülnek kint a pulpituson, bármelyikőjük volt-e már egyáltalán akkumulátorgyárban, látott-e már közelről uh-huh. akkumulátorgyártást, és tisztában van-e a technológiájával, mert én igen, mondta a kérdező. Úgyhogy, és természetesen nemleges volt a válasz, tehát az, hogy abban a hűtővízben tényleg csak sima egyszerű gőz vízpára lesz, vagy lesz benne akár nehéz fém, akár könnyű fém szennyezés, ez egy nagyon jó kérdés. Zsuzsa, mit mondanak erről a gödiek? Hát ez egy olyan dolog, hogy ugye itt azért a kibocsátott, a levegőbe kibocsátott anyagok igenis, hogy mérhetők, és kell azért ezeknek az anyagoknak a mennyiségét, ez ugyanolyan, mint a széndioxid mennyiség megnövekedése, tehát az OKIR nyilvános rendszerben a levegőbe kibocsátott szennyező anyagokról azért vannak információk. Tehát lehet, hogy a vizsgálati hatástanulmányban ez nincsen részletesen leírva, de például az oldószer, amit Gödön a kutakban is találtak, abból 354 kg a levegőbe kikerült, tehát és ez benne van a vízpárában. Tehát itt lehet, hogy víz, de emellett azért vannak más anyagok is. Másrészt pedig azért arról ne feledkezzünk el, itt a kazánokról is volt szó, hogy ezekből a kürtökből jön a hűtővíznek a párája, de jön más anyag is, ugye a kazánokból szennyező anyagok jönnek, és ez a kettő keveredhet. Tehát ez a kérdés is felmerült a közmeghallgatásokon. Egyébként én nagyon örülök, hogy elmondja azt, hogy milyen kérdéseket tettek fel a közmeghallgatáson, milyen válaszok születtek, mert ugye itt az egyes riportokban, az egyes beszámolókban csak az hangzott el, hogy balhé volt, hogy botrány volt, hogy elégedetlenek voltak az emberek, tegyük hozzá, hogy joggal. A verekedés nyilván az már más tészta. De igenis, hogy a közmeghallgatásokat olyan hosszúra nyújtották, hogy végül is azért fel tudtak tenni szakmai kérdéseket önök is, mások is, és igenis, hogy születtek valamiféle válaszok, csak éppenséggel nem teljesen kielégítőek. Az, amit most... Igen, bocsánat, csak annyit, hogy születtek válaszok, ugye sem tartalmi, sem érdemi uh-huh. válaszok nem születtek. Tehát itt a mosdatás
történik, hogy minden áron lenyomjuk a torkán az embereknek a problémát, és oldjuk meg, hogy higgyék el, hogy ez így nem lesz jó, meg higgyék el, hogy nem lesz benne olyan, de hinni csak a templomban szoktuk, és most már manapság ott sem minden. Tehát, és pontosan az is egy nagyon fontos adalék, hogy amikor megkérdeztük, hogy de hát ott van a Gödi példa, és azt figyelembe vették-e, akkor a hatóság, illetve a magát szakembernek tituláló, jelenlévő válaszadó, az mondta, hogy hát ez teljesen más üzem, azt nem használhatják referenciának. Uh-huh. És ez kijelentette a közönség előtt. Igen. Akkor ez szerintem sokak számára árulkodó, hogy kiállítok egy hatósági bizonyítványt egy olyan üzemről, amihez még csak hasonlót sem vizsgáltam, ahova nincsenek alapparaméterek. Ugye erről beszéltünk a múltkor, ugye Zsuzsa, hogy a közmeghallgatáson is fölmerült, hogy most kell megcsinálni ugye a monitoring kutat is, uh-huh. és most kell csinálni egy nullás állapotfelmérést, amiben rögzítjük a jelenlévő, jelenleg meglévő szennyeződéseket, illetve alapadatokat, és hogyha netán véletlenül beindul a gyár, akkor ehhez a nulláshoz mérjük a kibocsátást, és amennyiben ez a kibocsátás megjelenik, akkor jönnek a szankciók. Egyetlen kérdésem van még. 2020 novemberében jelentették be azt, hogy akkumulátorgyártás lesz Debrecenben. Miért nem akkor tört ki ebből általános erejű felháborodás, vagy nem is értesültek erről a tényről akkor? Hát, hogyha ez 2020-ban jelent meg, akkor az nagyon-nagyon el lett dugva valahol, mert szerintem azon a pár gazdán kívül, akinek a földjére ajánlatot tettek az ipari park bővítése kapcsán, túl sok mindent nem tudott senki. Az ipari park fejlesztéséről csak maga a tény hangzik el, de az, hogy konkrétan milyen gyárakat hív ide a városvezetés, arról sosincs semmilyen információ. Évek ezelőtt megszüntették a Debrecen című, hát gyakorlatilag város propaganda sajtót, aminek az lett volna, vagy az volt a feladata, ugye, hogy a város életéről beszámoljon. Gyakorlatilag a Hajdú-Bihari Napló, mint egyetlen napi sajtó, az is már gyakorlatilag kormány közelének mondható, bár ő még mindig képes a fejlécsel oda jönni, hogy független napilap. Uh-huh. És egyikben sem jelent meg, mert a városvezetése nem tartja indokoltnak, hogy ezekben a kérdésekben, és valójában elnézést, egy kicsit elkanyarodok, de az LMP-nek a kezdeményezése, országos népszavazás kezdeményezése ezért fog megállni, mert ők ugye azt szeretnék, hogy az ilyen nagy beruházásokról helyi népszavazással döntsenek. Tehát magyarul a lakosoknak legyen beleszólása. Uh-huh. De ha nem tudnak róla, akkor hogyan döntsenek, így van? Tehát nem tudnak így, időben. Pontosan erről van szó. Uh-huh. És ezért volt, tehát gyakorlatilag Debrecen lakossága igazándiból tavaly nyáron értesült erről. Így van, tehát, így van, tehát ez kiderült a közmeghallgatáson is, hogy már évekkel ezelőtt volt róla tárgyalás, egyeztetés, sőt egyesség valószínűleg, de nyilvánosságra csak augusztusban hozták. Bejelentették már korábban, csak való igaz, hogy, hogy a városnak nem, meg igen, a lakosoknak igen, tehát, nem. Hogy ennek tehát a helyben nem nyilván, érkezett. Nyilván, hogy mondják, ez, amiről nem tudok, az nincs, ahogy mondani szokták. Tehát, hogy ha nem publikálom, akkor nem tudom róla senki, akkor nyilván nincs ellenállás, akkor mindent tovább tudok vinni. És ilyen szempontból ugye Debrecennek az önkormányzata is kétharmados többséggel rendelkezik, tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy ugyanúgy bármit keresztül tudnak vinni egy városi közgyűlésen, a
anélkül, hogy bárkinek beleszólása legyen. Tehát ott sutyiba, ahogy az ország, ahogy a nagyban szokták csinálni, ugye salátat fényeken keresztül, itt is gyakorlatilag mindent fű alatt végig lehet vinni, és amikor többek között pont a Gödi példa, meg a komáromi példa kapcsán, amikor ez elkezdett kicsit nagyobb nyilvánosságot kapni, akkor kezdték a fejüket vakarni, és akkor kezdtek el gondolkodni, hogy na most akkor hogy is legyen, mi legyen. És hogyan kommunikálják azt, amit tulajdonképpen... Így, amit eddig mélyen hallgattak, az most hogy kapja nyilvánosságot, és hogy mennyire a felraktuk már, mert beszkenneltük ugye többen is ugye azt a A5-ös kis szórólapot, amit a városnak egy hét alatt sikerült összehozni, 13 hazugság, 13 igazság fejléccel, amiben most próbálnak meg tűzoltásként nyilván az ellenzőknek a lejáratására olyan okokat, meg olyan tényeket, ők legalábbis tényeknek írják, minden polgárhoz eljuttatni, ami a közmeghallgatásoknak az elutasítása után fölmerültek, és én is megkaptam ugye nemrég a postaládába. Hát ugye már maga a kérdésfeltevés, maga a kérdésnek a tálalása is annyira ellenző ellenes, és akkor a magyarázat pedig az, amit ott megpróbáltak a közgyűléseken megetetni a néppel, tehát hogy a magyarázatnak is a fele talán, bárhogy mondta a játék régen, a fele sem igaz. Ugye, tehát van valóságtartalma, de összességében sajnos inkább a hazugság része a nagyobb. Jó, mindegy is az, hogy most mekkora része, meg milyen, meg el tudom képzelni, hogy milyen lehet, bár én ugyan a szórólapot nem láttam, de hogy azt rezüméként megállapíthatjuk, hogy ha történetesen úgy alakul, hogy mondjuk olyan egetverően nagy problémák nem lesznek az akkumulátorgyártással Debrecenben, ha és amennyiben megépül az üzem, abban az esetben is egy ilyen mértékű beruházásnak a felvilágosítási része, illetve az eljárások átláthatósága, az nem így kell, hogy zajoljon. Hát ez, igen, ez kérdésként volt, de hogy meg erősítsen. Nem, mert azt mondom, hogy akkor ezt megállapíthatjuk-e rezüméként, hogy még hogyha a lehető legjobban sül el minden, akkor sem így kommunikálunk egy beruházást, és akkor sem ilyen átláthatóságot biztosítunk a különböző eljárásoknak. Igen, tehát ezek el tudna kezdeni, hogyha megfelelő a tájékoztatás és megfelelő az ügymenet többek között, tehát akár a kisajátítási eljárás meg egyebek, akkor tehát az, hogy az ipari parkról sem tud semmit a város, és Debrecen polgármestere is azt nyilatkozza, hogy már csak azért is meg fog épülni, mert a 30-as távlati tervekben, ugye én ezt megálmodtam, és ez így lesz, Tehát ez teljes... akkor tényleg az a cél, hogy a kár megelőzés és a kár mentesítés, tehát a minimálisra lehessen szorítani. Ezért mondta a Miketvécsi polgármester is, hogy saját költsége monitoringutak épít, amit aztán véletlenül nem fognak betemetni. Hát reméljük. Köszönjük szépen, mert hogy most említi a Mikepércsieket, és ők még várnak arra, hogy ők is nyilatkozzanak, úgyhogy engedjük őket is szóhoz jutni. Együtt vagyunk, és nagyon várjuk őket is. Ez csak összefogással lehet, tehát minden civil, minden ezzel foglalkozó kisebb szervezet keresse meg egymást, és álljunk ki egymásért, és akkor talán tudunk valamit csinálni, hogy ha ez meg is valósul, azért az országot 24 vagy hányat ígért be ez a jó ember. Szijjártó Péter, hát hogy nő majd az akkumulátorgyárak száma, bizony akár több tucatnyi is lehet. Igen, még a jövőben. Hát azért mondom, hogy kicsit túl sokat
Ahogy a szombathelyiek ugye már bejelentették, hogy ők nem kérnek belőle, Így van. Szerintem többen fognak pont a lázadás miatt. Ha ezt nem tudjuk megakadályozni, de a többit igen, akkor elmondhatjuk, hogy részeredményt, de elértünk. Így van. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt, meg akkor folytatjuk. Tovább. Természetesen. Én is köszönöm. Én is köszönöm szépen, viszonthallásra. És akkor folytatjuk tovább az akkumulátorgyártásról és Debrecenről szóló adásunkat. Pontosabban most ellépünk egy kicsikét Debrecentől, Debrecen határa mellé megyünk. Ki lesz a következő vendégünk, Zsuzsa? Hát szeretettel köszöntöm Kozma Évát, mikepércsi lakost, aki egyike volt azoknak a szervezőknek, akik a múlt hét végén szombaton egy demonstrációt szerveztek, melynek során mikepércsi lakosok és környékbeliek egészen Debrecen főtereig, a Kossuth térig vonultak, transzparensekkel, békésen, nyugodtan, fegyelmezetten. És akkor átadom a szót neked, Éva, hogy mi volt ezzel a demonstrációval a cél, mit reméltek, és milyen lépések várhatók ezután. Üdvözlök mindenkit, és ez valóban így van, a mikepércsi főtérről indultunk, és mi mikepércsi anyukák szerveztük ezt az egész sétát, végig a bicikli úton, ugyanis Mikepércset és Debrecent összeköti egy bicikli út, és közvetlenül emellett a bicikli út mellett épül ez a rengeteg nagy gyár, ugye egy már áll is, ami a fóliákat készíti, aztán lesz anód és katód, és aztán a legvégén ez a förmedvény, a kettle, és most még nyugodtan lehet sétálni, és nagyon sokan sétálnak, futnak, babakocsit tologatnak ezen a bicikli úton, tehát nem véletlen, hogy ezen mentünk végig, egészen a főtérig, és azt akartuk, igen, hogy ez egy ilyen csendes, és csendes idézőjelben, tehát, hogy egy ilyen gyerekkel is el lehet jönni biciklivel, rollerrel, sétálva, és egészen a debreceni főtérig, ahol azt vártuk, hogy egy kicsit felébresszük Debrecent, hogy lehet, hogy tőlük egy picit messzebb van ez a gyár, de nekik ugyanolyan mérgező lesz, mint nekünk. Mert ez légvonalban 1500 méterre van ez a készülő CETL gyár Mikepércstől, de azért Debrecen sem lesz biztonságban. Egy kicsiket hozzunk képbe a hallgatókat, meg engem is. Három választókörzet van Debrecenben, ez kinek a választókörzetét érinti, és milyen területek tartoznak még ide? Én úgy tudom, hogy ez a 4-es számú választókörzet. Egészen pontosan mely települések tartoznak ide, azt nem tudom, én nem választókörzetekbe gondolkodom, elnézést kérek. Én abszolút a Kösely folyásában gondolkodom, meg most már abban, hogy a talajvíz merre folyik, meg hogy az uralkodó szélirány merre megy. Tehát én, bocsánat, de ebben gondolkodom. Itt Sáránd, Ebes, Hajdúszoboszló, az összes település, ahol lefelé folyik ez a folyó, illetve az uralkodó széljárás, amelyik irányba fúj, az mind úgy gondolom, hogy veszélyeztetett, illetve engem nem győzött meg túlságosan a katasztrófavédelem, amikor azt mondta, hogy itt nem lesz dominó hatás, mert a CETL mellett, mint mondtam, már lesz két másik gyár, az egyik kiemelten veszélyes már most, tehát annak van minősítve, molari rendszer is lesz éppen ezért telepítve, és hát egy nemzetközi repülőtér van közvetlenül mellette, tehát azt gondolom, hogy nem tudom, mivel szimulálták ezt a dominó. Jó, várjuk el akkor az én előbbi kérdésemet. Igaza van, ez nem is a három debreceni körzet egyikéhez tartozik, hanem a Berattyóújfalui központú körzetnek, és Vitányi István a térség országgyűlési képviselője. Mindezt csak azért kérdezem, hogy a helyi politikusok, a helyi tiltakozás, Debrecen Mikepércs viszonylat, és a többi, és a többi, és a többi mellett a terület országgyűlési képviselője mondott-e valamit? Megnyilvánult-e bármit az ügyben? Itt még a két debreceni meghallgatás előtt egy mikepércsi meghallgatást is rendezett a polgármester Timár Zoltán, aki amúgy abszolút
az ügy mellett van, tehát ugyanúgy a sajtóból értesült az akkumulátorgyár építéséről, És és tegyük hozzá, hogy ő amikor szervezte. Fidesz-KDNP színeiben megválasztott polgármester. Csak hogy Igen, árnyaljuk a de én képet. rendkívül felelősnek, igen, én rendkívül felelősnek tartom őt ebben az ügyben. Úgy értem, hogy megcsinálta ezt a meghallgatást. Ide el is hívta ezeket a potentátokat politikai vonalon, és nem jelent meg senki. Itt egyedül a Déli Ipari Parknak a képviselője jelent meg, tehát őre zúdult minden kérdés, de akkor még a polgármester, tehát Mike Pircs polgármestere küldött egy kérést is a CATL-nek, hogy tájékoztassanak bennünket, hogy milyen terveket fognak beadni, és még erről sem tájékoztattak minket, mondván, hogy ez még el sem készült, aztán pár napra rá, meg mégiscsak be lett adva, tehát itt valaki nem mondott igazat. Tehát akkor meglepő. Visszatérve, hogy azt mondod, hogy 1,5 kilométerre lenne Mike Pércstől, ez a községhatárát jelző táblától, vagy a főtértől lenne ez a 1,5 kilométer? Tehát nem, hát itt a lakott lakott területre gondolok, tehát a házakra, tehát a légvonalban, de más település még közelebb van, tehát itt van egy kisebb település, ami Debrecenhez tartozik, ez ez a Szepes, a Szepes, szepesi igen. rész. Illetve van egy Mészáros Gergely kertnek átkeresztelt rész, ami egy lány nevén Gugyori település volt, itt Debrecen és Mikepércs között. Hát ők egy ilyen 450 méterre körülbelül. Igen. Mármint a tervezett gyártól. Kicsikét segítsen igen, még igen. nekem Mikepércset illetően, hogy pontosan kik laknak Mikepércsen azon túl, hogy emberek, hogy régi amikor lakosok, igen. akik mezőgazdasággal foglalkoznak, avagy van kiköltözés Debrecenből. Abszolút, abszolút. Tehát, hogy amikor én ide költöztem, én 16 Isten évvel igazából ezelőtt ez egy költöztem manipulatív ide. Kérdés volt, mert én tudtam, de semmi gond, de mondom, hogy ez, tehát, hogy én így szerelemből költöztem ide, gyönyörű autóút vezetett ide, két oldalán platánfák, tehát egy 3000 fős kis falu volt, de ugye itt van mellette Debrecen minden szuperkulturális és amit egy nagyváros adhat, az mind elérhető, úgyhogy valójában egy kis faluban nevelhetem föl a gyerekeimet. Úgyhogy mi ezért költöztünk ide, azóta de nagyon úgy, hogy sok egyébként, betelepülő van. De úgy, hogy egyébként Igen? élvezheti Debrecen nyújtott a szolgáltatásokat, tehát ez Mikepércs hogyne, hogyne, vonzerei. Hogyne, tehát hogy ez egy nagyon nagyon cuki falut kell elképzelni, ahol tényleg, ha nem is ismerik az emberek egymást, köszönnek egymásnak az utcán. Tehát, hogy ilyen nagyon kedves és jó hangulatú település. Ez, amióta itt lakom, földúzzat 5000 főre, de valahogy így megmaradt ez a kedves, bájos jellege ennek a településnek. Nyilván vannak új telepek, ahol főleg újabb betelepülő emberek laknak, de hát mindegy, hogy ki lakik itt, mert a régiek ugye féltik a földjeiket, meg a kis kertjüket, meg amit termelnek, az újak pedig azért jöttek ide, hogy itt neveljék a gyerekeiket, tehát hogy ilyen egészséges kisgyerekes. környezetben. Igen, pontosan. Tehát, hogy mindegy, hogy ki lakik itt, mindenki fél tőle. Tehát magyarán szóval kicsikét átverve érzik magukat, hogy kiköltöznek Mikepércsre. Nem kicsikét, nagyon kiköltöznek Mikepércsre azért, mert hogy egészséges környezetben vannak, mert még attól a városi szennyeződéstől is mentesüljenek, amelyet mondjuk egy Debrecen méretű város tud adni, és ehhez képest derül az ki, hogy a közvetlen környezetükben lesz egy meglehetősen Igen. kétséges, ma még nem tudni pontosan, hogy milyen, de elképzelhető, hogy meglehetősen megterhelő, kibocsátású gyár. Hát mi eléggé beleástuk magunkat itt az anyukákkal ebbe az engedélybe, és úgy mentünk el a meghallgatásra. Mi igyekeztünk nagyon komoly kérdéseket is föltenni, tehát csak az aljal kapcsolatos kérdéseink az egy ilyen A4-es oldal volt, tehát hogy így mi nagyon
Na akkor nézzük az zajt, akkor menjünk bele, akkor most csináljuk a közmeghallgatásnak azt a részét, ami a közmeghallgatáson végül nem tudott megtörténni, mert ordibálásba fajult. Mi a zajjal? Ezt hadd mondjam el, hogy sajnos csak a média csak arról a részéről tájékoztatott, mert hogy ez egyébként egy délelőtt 10 órától este 8-ig tartó közmeghallgatás volt. Itt a pofon után szerencsére nagyjából elmentek azok a hangadók, akik addig nem hagyták, hogy normális mederben folyjon a meghallgatás. Utána többé-kevésbé azért volt kérdés és... Felelet is rá. Valamilyen felelet, igen, válasz nem biztos, felelet az volt, igen. Minden esetre jó, mi van a zajjal? Akkor nézzük konkrétan, mi az, amit önök zajártalomtól tartanak, azt mi generálja, és hogy ha válasz nem is, de milyen felelet érkezett erre? Hát itt hatalmas hűtőtornyok lesznek, illetve ugye ezekben a tornyokban összegyűlik olyan sok mérgező anyag, amit kifúvatással kell eltávolítani ezekből a tornyokból. Ezek elég hangos impulzus zajok, és várhatóan elég hangos monoton zaj is lesz. Erre konkrétan föltettük a kérdést, hogy erre volt-e valamilyen hatástanulmány, hogy ezek a zajok milyen hatással vannak az emberekre, de akár a háziállatokra is. Tehát itt lovastanya is van Mikepércsen, és rengeteg háziállata van mindenkinek. Tehát ugye már előre félünk a tűzijátékos időszaktól. Tehát egy ilyen impulzusos gyárat senki nem kíván ide egyetlen jószágának sem, illetve a monoton zajt sem, és erre is volt konkrét kérdés, hogy ezt hogyan mérik. Tehát általában ezeket a zajokat, itt most az impulzus zajokra gondolok, ami ugye pár perc alatt rettenetesen magas decibelt jelent, ezeket átlagolni szokták. És hogyha átlagolják, úgy már mindjárt jobban belefér a határértékbe például. Tehát ezekre is kíváncsiak voltunk. Várjon, ez az átlagolni szokták, ez azt jelenti, igen? Hogy mondjuk több óráig az elviselhetőt meghaladó módon bocsátanak ki zajt ezek a hűtőtornyok, viszont vannak olyan időszakok, amikor szinte teljesen csendes, de ettől még azok az órák, amikor nem lehet mellette megmaradni, léteznek. Csak átlagolták az egészet. Így van. Tehát, hogy ettől félünk konkrétan, illetve attól, hogy mindezek ellenére, hogy esetleg, mivel arra is rákérdeztük, hogy milyen zajvédő intézkedéseket tesz a gyár, hiszen már az első Mikepércsi meghallgatáson is fölvetettem, hogy egy olyan védő erdősávot kellene építeni, amiben tűlevelőek és cserjék is vannak, hiszen ez nagyon sok decibellel lecsökkenti, de mindenre az volt a válasz, hogy nem lesz hangos, belefér, mindig ez a válasz, hogy a jogszabályi határértékekbe belefér. Kérem szépen, akkor nézzünk már mögé ezeknek a jogszabályi határértékeknek, és hogyha ezek nem felelnek meg annak, amiben kényelmesen élnek az emberek, akkor változtassuk meg ezeket a határértékeket, ezeket a jogszabályi értékeket, mert attól még, hogy a gyár kijelenti, hogy de hát ő csak néha zajos, az pont elég ahhoz, hogy élhetetlenné tegye a környezetet maga körül. Úgyhogy... Mit mondanak az illetékesek most azzal kapcsolatban, hogy ez összköltségében mekkora beruházás megragadt valamelyen szám a fejében? Nem feltétlenül ragadt így meg, hogy mekkora lesz, inkább mert csak 183 millió eurót mondta két évvel ezelőtt, van nekem valami ilyesmi, de szerintem ennél azért jóval több. Most ezt csak azért kérdezem, mert ehhez képest mondjuk egy erdősáv telepítése az bagatellösszeg. Nem... Így van, ez tökéletesen így van, és én itt, amit a magyar állam nyújt mondjuk támogatást ezeknek a gyáraknak, konkrétan a CETL-nek is, tehát hogy itt egy nagyon durva közúti forgalom növekedése is lesz. Tehát egy 900 férőhelyes parkolót terveznek, és nagyon-nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy most, amiről konkrétan beszélünk, ez csak az első fázisa a gyárnak, ami meg fog épülni.
Tehát Tehát épül majd ez csak az tovább. első fázis. Így van, még hármat vagy négyet terveznek. Tehát ez most, amiről beszélünk, tehát ez itt egy 900 férőhelyes parkoló, itt 350 dömperrel számolnak, éjszaka olyan 90-nel, tehát hogy ez így a közúti zajt és a közúti forgalmat is, a porfelverődést, tehát hogy itt ez rettenetesen meg fogja növelni. Itt nagyon sokan ingáznak, tehát akik bejárnak Debrecenbe, akik ezen az úton fognak járni. Tehát már most is, hogy ide két gyár kitelepült, már most megnövekedett a forgalom, és azt kell, hogy mondjam, hogy a 10 perces út, ami Debrecenbe tart, az 40 percre növekszik a reggeli dugóban. Tehát, hogy el sem tudjuk képzelni, hogy erre milyen hatást A tanulnánk le, jelenlegi tehát, vagy ezt hogyan... két gyár, amelyik üzemel, és önök között Igen, van valami. a Kronász és a Dajfol már itt van. Ő ez teljesen más, ez csak a déli ipari parkban van, ezeknek Tudom, nincsen tudom, köze tudom, egyelőre a... tudom, 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 hogy ez a déli ipari park a Debrecen iparosításának következő fázis, ami ott zajlik, de hogy ezekkel az üzemekkel önöknek van valamiféle kapcsolata? Tehát, hogyha bármiféle olyasmi felmerül, amely most a kínai gyárral, mint provizórikusan merült fel, hogy azt van arra precedens, hogy ezt mondjuk az érintett vállalkozásokkal tudják rendezni? Vagy semmi? Mindenki él, létezik egymás mellett. Igen, igen, igen. Hát nem, tehát amit Éva említettél, hogy a Mikepércsi polgármester meghívására nem érkezett meg a CETL képviselője, tehát hogy így olyan nagyon nem hiszem, hogy a lakosok fel tudják venni a kapcsolatot a beruházóval, tehát hogy ez... Nem, most csak a régi, tehát a már nem. Üzemelő gyárakra kérdeztem Egyébként rá. Azt megjegyezem, De hogy a... itt van olyan személy Mikepércsről is, és ő is ott volt a meghallgatáson, aki a Kronesznél dolgozik konkrétan, és mondta, hogy akkor ezbe sem találnak elég embert. Igen, Tehát vele én is emberhiány beszéltem, van. Tehát a vonuláson beszélgettem, aki a Kronásból jött, tehát igen, itt a munkaerő is probléma, ugye, ami állandóan elhangzik Hát kifogásként. igen, és ez is egy komoly félelem, hogy akkor honnan lesz ember. Hát a kormány arra számít Tehát erre. Én tudok válaszolni, hogy ugye az egészet az implikálja ezt az egész akkumulátorőrületet jelen pillanatban, hogy amennyiben megszüntetik a belső égésű motorok használatát a közúti jármű közlekedésben, vagy legalábbis új ilyen autókat már nem fognak építeni, abban az esetben a motorgyártó üzemekből, amelyben Magyarországban is van szép számmal, mennek majd át emberek dolgozni az akkumulátorgyártásba. Nem akarom ezt most, hogy ennek a realitását boncolgatni, fogalmam sincsen, de az elképzelés az úgy nagyjából, így nagy vonalakban ez. És csak oda költöznek Debrecenbe, egy esetleg egy másik városból, az érdekes lesz, igen. Hát jó. Most, hogy beszélgetünk, az a kérdésem már szinte okafogyottá vált, de azért mégiscsak fölteszem, hogy hogyan sikerült ilyen rövid idő alatt ilyen mozgósítást elérnetek. Gondolok itt például a Liváncsára, ahol az így szintén hasonló méretű kis falu, de szó sem volt arról, hogy ilyen tiltakozás legyen. Másik példa, jó példa, vagy ellenpélda, az pedig Győr-Szent Iván, ahol nagyon sokan, több ezer ember. Tehát, hogy ti hogyan értétek azt el, hogy ilyen... Hát itt megmondom őszintén, hogy volt egy olyan döbbent pillanat a Mikepércsi meghallgatáson, egy olyan döbbent csönd, amikor így ki lett mondva, hogy mit tehet Mikepércs az ellen, hogy itt ez megépüljön, tehát hogy tehet-e bármit konkrét jogi úton, vagy hogy maga a falu mit tehet, és így egy nagy csönd volt, hogy hát hát ezt akkor örülök, semmit. Tehát hogy... ilyen nem létezik, hogy semmit. És akkor ezek az anyukák nem is ismerték egymást a Kepércsi meghallgatás előtt. Tehát azt mondhatom, hogy ugyan itt éltünk egymás mellett, de nem ismertük egymást. És ott jöttünk rá, hogy mi egy dolgot akarunk, minél többet megtudni erről a gyárról, hogy valóban mennyire veszélyes, és hogy mi fenyegeti az életünket, mert szeretünk itt élni, és nem szeretnénk elköltözni. Minél több emberhez eljuttatni ennek a hírét. És amikor rájöttünk, hogy ez nem csak minket fenyeget, akkor minél több településsel fölvenni a kapcsolatot, és rádöbbenteni mindenkit, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly veszély.
Hát nagyon szépen köszönöm, még azt tenném hozzá, hogy valóban ott voltak a mikepércsi tiltakozáson, vagy személyesen, vagy levelet küldtek a győrszentivániak, ugye ott felmutattatok táblákat, és Nyíregyháza, mert ugye ez már egy új szereplő, Igen. Monor, Fót, tehát hogy többen megérkeztek hozzátok, és az általad felsorolt településeknél az Ebes polgármesterével ballaktam én ott együtt, de voltak ott vámospércsiek, tehát hogy úgy néz ki, hogy vannak, akik, ahogy mondtad, felébredtek, és Debrecenben is voltak, akik hát felébredtek. Igen, ugye itt most mondhatom Hajdúszoboszlót És is, hogy hirtelen Hajdúszoboszlót, ők is ráeszméltek, hogy hát ők abból élnek, hogy nekik van egy gyógyvízük, és a turizmusból, tehát nem biztos, hogy ez olyan jó és piros pont a turisták szemében, hogy itt arra felé fúj a szél, vagy arra felé folyik némi szennyvíz, vagy elapadnak a vizeik, tehát hogy ez nem biztos, Nekem hogy még jó irány. Van egy kérdésem, nem feltétlenül ezzel kapcsolatban, de hogy a keretbe foglaljuk a mai műsorunkat, ez meglehetősen lényeges. Nem önöknél van, mert ez Debrecen északnyugati része, nem a déli, de ott zajlik a BMW beruházás. Hogy a BMW beruházással kapcsolatban nem ekkora, de valamekkora aggályokról értesültek-e? Vagy a BMW-vel az van, hogy minden rendben van, noha annak ellenére, hogy most felröppenő hírek szerint egyébként a BMW is akar a saját területén akkumulátorgyártást. Nem tudom a kettőt összefésülni, mert a BMW-be annyira nem ástam bele magam. Azt azért tudni kell, hogy azt jóval nagyobb tervezés, jóval nagyobb, és hosszabb. Hát szerintem igen, tehát hogy ez egy komolyabb dolog volt, hogy a BMW ide jöjjön Debrecenbe, szerintem a lakosság ezt jobban el is fogadja, illetve itt azért a BMW is változtatott már a tervein, hogy konkrétan mit is fog gyártani, vagy mit is fog csinálni. Tehát itt még lehet, hogy még ők is változtatnak még egyszer. Tehát, hogy itt ez kicsit olyan kivárásos alapon zajlik, hogy akkor ők mit is fognak pontosan csinálni, mert ugye első indulatban náluk az volt, vagy most ez lehet, hogy rosszul fogalmaztam, tehát, hogy ők sima autókat fognak készíteni, aztán fele-fele, aztán teljesen, aztán ehhez jön még akkumulátor, aztán, hogy mi lesz végül, az még úgy látom, még náluk is formálódik. Hát, miután rángatja őket is az uniós szabályozás, tehát ezt mondjuk megértem, hogy... Ez is előfordulhat, igen. Hogy a jelen pillanatban egy autógyártó nem tudja, hogy 10 év múlva mit fog gyártani, ami nem a legvigasztalóbb és legtervezhetőbb dolog. Hát nekem nincsen több kérdésem. Én azt hiszem, hogy kicsit képbe jöttem Mikepért belviszonyait illetően. Igen, szóval én is azt mondanám, hogy én, tehát hogy olyan módon drukkolunk, hogy minek drukkoljunk, tehát annak, hogy az a cél, hogy kapjanak beleszólást, és hogy ne lehessen megkerülni a helyi lakosokat, azért e felé már nagyon, nagyon sok lépést megtettek. És itt most lehet azt mondani, hogy voltak itt atrocitások a közmeghallgatáson, de azért ennél sokkal-sokkal fontosabb dolgok történnek, mert a beszélgető Igen. partnereink annyira felkészültek, annyira tájékozottak, olyan módon ássák bele magukat, hogy ez biztos, hogy megkerülhetetlenné teszi a további Igen, kommunikációt. Talán elkezdik megérezni az emberek, hogy muszáj itt személyesen is beleállni és tenni, mert nincsen, aki képviselje. Például a vizet, a levegőt, a földet, tehát hogy egyszerűen olyan méretű semmibe vétele történik itt a természetnek, ami horror, és én még kettő dolgot szeretnék kihangsúlyozni, ha még ez belefér esetleg az időben. Az egyik az, hogy nagyon-nagyon sajnálom, hogy az anyák hangja a médiának bizonyos szeletében nem jutott el, és teljesen összemosták egyetlen résztvevővel, az legalább 1000 emberből. Illetve a másik pedig az, hogy ez konkrétan a meghallgatáson elhangzott, hogy a szürke víz, mert hogy nagyon sokan ezzel jönnek, hogy de itt a szürke víz lesz felhasználva, ez a szürke víz felhasználás nincsen még kidolgozva. Abszolút. Tehát lehet ezzel példálózni, de ez nem
nem kitalált technológia még, ezt még ki kell ezt a technológiát találni hozzá, hogy ez valóban működjön, és az első debreceni meghallgatás után maga a CETL képviselője mondta ezt így, hogy igen, valóban a debreceni gyár az lokálisan szennyezni fog, de globálisan zöld, és ilyen nincs. Tehát ami lokálisan szennyez, az nem lehet globálisan zöld, és ezt ő maga mondta. Hát én így szerettem volna még hozzáfűzni. Ez egy nagyon elgondolkoztató záró mondat, és ezt érdemes kihangosítanunk, hogy azért Magyarországon rengeteg gyárat terveznek, és ezek mind lokálisan szennyezőek lesznek. Köszönjük szépen, Kozma Évát hallottuk Mikepércsről, és köszönjük a hallgatóinknak is, hogy velünk tartottak. Ez volt az Átlátszó podcastje, Szabó Krisztián volt velünk, még a technikai munkatárs, illetve a helyiekkel beszélgettünk a debreceni akkumulátorgyár beruházása kapcsán.